szóval meg is haltam. Úrigyeztettek, epilepsziát kaptam, minden. 20 kilométeres távolság autópályán, és akkor elindultam egy 5 perce ment, és akkor ott láttam az útszélére, azt mind a 3 grammot megcsináltam, és akkor felhúztam a tűt, és akkor belőttem magam, felszívtam egy csíkot, megint belőttem magam, és akkor negyedikre felszívtam, akkor így éreztem, hogy így elkezd tompulni az agyam, vér is megindult az orromból, de elindultam a kocsival, nagy elindultam, éreztem, hogy visszaletkanyarom a kormányt, letekertem az ablakot, kiraktam a fejem, és elájultam. Nagyon, hogy mondjam, egy lájtos volt, tehát Spanyolországban megismerkedtünk írekkel az utcán, és akkor mondták, hogy vesz egy jó házi buli, menjünk. Ha mondtuk, jó, megyünk, és akkor ott LSD-t toptak szét. Ha olyan helyre mentem lőni, ahol tudom, ilyen parkos rész, de sötét, akkor ilyen, úgy mondom, hogy ilyen, mint hogyha ilyen vérfarkasok üldöztek volna, de ugye maga azt a dolgot nem láttam, csak így a körvonalig. Gyertek el! És te mióta vagy itt? 4 hónapja, most megyek át a második fázisba. Sokan úgy fogják föl, megijednek az egésztől, azt hiszik először, hogy be vannak zárva itt a drogosok, ütik, vágják őket, vagy börtönnek. Én neki megnéztem neten igazából először, de az első benyomásom egy árvaháznak tűnt. Mert tudtam, hogy segít. Nekem átjött a háznak az értéke egyből, hogy átéreztem a háznak ezt a szeretetét. Nincs olyan, hogy van terápiás foglalkozás, meg szabadidő. Mert azt mondjuk, hogy az életünk az vagy működik, vagy nem működik. Tehát olyan nincs, hogy te délután 4-ig terápián veszel részt, utána szabadidőben, mert akkor mi lesz, hogyha kimész, és akkor 4-ig nem vagy drogos, 4 után pedig visszaesel. Szóval, hogy a terápiás közösség az egy életforma műhely, tehát az egész életedet akarja megváltoztatni. Tehát a terápia egy szakmai programból áll, amit kiegészít a mi hitünk, hogy amikor a szakember véget ér, Isten még akkor is segíthet. A kegyelem. De ez nem azt jelenti, hogy a klienseknek meg kell térnie. Tehát valaki végig mehet a terápiás folyamaton, úgyhogy ő nem foglalkozik a hitbeli dolgokkal, hanem ez azt jelenti, hogy nekünk a személyzetnek kell megtérni. Tehát nekünk kell arra gondolni minden nap, amikor ide jövünk dolgozni, hogy ami embereknél lehetetlen, Istennél az is lehetséges. Legtöbbje mind sötét gazemberként érkezik ide, akik az alvilágban mozogtak, és nagyon súlyos bűncselekményeket követtek el nap mint nap, hogy mennyire nyitottan és mennyire önfeledten fogadják ezt a lehetőséget. Ezen mindig újra és újra, pedig 31 éve dolgozom a misszióval, egyszerűen nem tudom megszokni, ezen mindig újra és újra elcsodálkozom. Tehát mi különbözünk a nemzetközi klasszikus terápiás közösségektől, egyrészt azért, mert keresztjének vagyunk, tehát mi hiszünk abban, hogy a mi embereknél lehetetlen, Istennél az is lehetséges, másrészt azért, mert mikor bevezettük ezt a modellt, én éppen akkor frissen végeztem el egy Rogers-i személyközpontú pszichológia kurzust, ami ugye aminek a legfontosabb értéke a kliens tisztelete és az elfogadás. És ugye a terápiás közösségek elég militárisak, konfrontálják a klienseket, és mi ezt nem vettük át. Én azt mondtam, egyrészt az Úr Jézus nem konfrontál, hanem azt mondja, hogy aki hallja, az hallja, aki meg nem, az nem. Másrészt a Rogers-i személyközpontú pszichológiát én nagyon megszerettem. És a harmadik, amiben különbözünk, az, hogy nálunk van egyéni lelki gondozás is. Tehát a nemzetközi rutin a terápiás közösségekben mindent a csoportba visznek. Mi viszont párhuzamosan csináljuk. Tehát van csoportterápia is, de mindenkinek van egy személyes lelki gondozója. És mi a véleményed a
Tehát magáról a terápiáról. Te most azt, akkor mit mondtál, egy hónapja vagy? Igen, igen, igen. Tehát úgy gondolom, tudod, hogy mi fog rád várni, ezek a különböző fázisok. Igen. Vagy ehhez hogy viszonyulsz? Nem tűnik unalmasnak, sőt, ezt inkább ilyen kihívásnak élem meg. Az embernek meg kell lépnie magát ahhoz, hogy később is tudjon létesülni, vagy létezni. A drogosok nem tanulták meg, vagy rosszul tanulták meg azokat a készségeket, amik szükségesek ahhoz, hogy mi az életben sikeresek legyünk. És ezért ezeket az úgynevezett kompetenciákat mi tanítjuk a 12 hónapos terápiás futamidőben. Ezt mi felszereteljük úgynevezett fázisokra, mint az iskolában van elsős, másodikos, harmadikos. A fázis csak abban különbözik, hogy ő mit gondol róla. A napi rutin az nagyon hasonló. Csak hogy ő hogyan van jelen, meg a személyes lelki gondozójával a beszélgetésnek mi a témája. I'm Hanzo, I know that you know.